Én is szeretettel köszöntök mindenkit is. Először megijedtem, hogy egyből a menzában mindent tesznek. Gyanúszott ember jöttem, de természetesen azt gondolom, hogy nagyon fontos dologról beszélünk. Én áttekintettem a napokban a mintamenza programot, és arra jöttem rá, hogy ez már felcsúton működik. Igaz, Békés megyéből indult, de úgy gondolom, az Puskás Akadémián mindenféleképpen működik ez a rendszer. Mert mi is a helyi termékeket használjuk föl, mi is bio termékeket használunk, kis termelőktől vásároljuk a kecske sajtot, jó sajtot, az én saját gazdaságomból pedig a hús termékeket. És én büszke vagyok arra, hogy nekem van egy komoly húsüzemem, és egyáltalán nem használom kadalékanyagot. Azt gondolom, lehet, hogy egyedülálló Magyarországon. Igaz, a piacon nehezen megvonom versenybe lenni, de azt gondolom, az egészség ennél fontosabb. Persze, mi kell az egészséghez? Pénz, pénz és pénz, úgy gondolom. A menzák működtetéséhez állami forrás kell. És azért, hogy jó minőségű legyen az alapanyag, jó minőségű konyhákban képzett szakemberekkel készüljön a menza, azt gondolom, erre áldozni kell. És ez a kormány úgy érzem áldoz erre, illetve a szakembergárda, aki részt vesz a mintamenza programban, mindent beletesz, hogy megvalósuljon. Azt is olvastam, hogy igaz, még csak 180 konyhán működik körülbelül ez a mintamenza, de én bízom benne, hogy rövid időn belül az egész országban. És abban is bízom, hogy Fejér megye ebben helyen fog járni, de én is itt élek. Habár ezt tudni kell, hogy gyökereim azok Békés megyébe és Szolnok megyébe kötnek ki. Lehet, hogy van itt valami összefüggés, nem tudom. És járunk is le, és jön Békés megyébe. És azt hiszem, hogy ez egy nagyszerű probléma. Egy, ugye munkáját is teremthet ez a rendszer, mert ha tényleg a hazai termelőktől, a helyi termelőktől vásárolunk, akkor bízom benne, hogy létrejönnek kisgazdaságok, fóliázak, üvegházak, és ebben ugye nagyon sok embert lehet foglalkoztatni, mert nagy élőmunkaerőt igényelnek ezek a rendszerek. Jó magam is egy fejlesztésben benne vagyok, egy olyan biomassa kazánt tervezünk, ami 50% nedvesség tartalmú hulladékanyagot is el tud égetni, tehát látszárlókat is, és ezeket rá lehet csatlakoztatni üvegházra és fóliaházra, és ha prototípus elkészül, ez napokon belül készen lesz. Egy próbaüzem után megkezdenik a sorozat gyártását, és én már értem azzal a javaslattal, hogy szegény régióban, illetve lehet a Közép-Dunántúlon is létrehozni egy programot, ami azért településenként akár 40-50 főnek is tud adni munkáját, mert a fóliaházi program nagyon nagy élő munkaerőt tud felvenni. Minden jó, ami a gyerekekért szolgál, illetve hát nem csak a gyerekekről van szó, mert menza azt hiszem a kórházakban is van, tehát az egészségügyet érinti. Én úgy gondolom, hogy ha egészségesebb lesz az étkezés, akkor kevesebb cukorbeteg, kevesebb vérnyomás probléma és kevesebb daganatos probléma fog előfordulni, és azt gondolom, hogy sokszorosan meg fog térülni az egészségügybe. Én jó magam látom, én is menzán nőttem föl természetesen, és egyértelmű cukorbeteg is vagyok, és magas is a vérnyomásom. Tehát azt gondolom, hogy ezt meg kell előzni. Mi az akadémián egy profi képzést folytatunk. És rájöttünk, hogy a gyerekeknek a teljesítőképessége rohamosan javul, hogyha nagyon figyelünk az étkezésre. Külön dietetikust fogadtunk föl. Mi is húztuk egy pár évig, próbáltuk a élelmezés vezetőre bízni, hogy oldja meg ezt a problémát, de azért mindenféleképpen úgy gondolom kell bevonni ehhez értő szakembereket is. Ért hozzá egyértelműen a konyha főnök az élelmezés vezető, de be kell vonni ehhez szakembereket is. Mi bevontuk, és látjuk, hogy a gyerekek teljesítménye rohamosan jön. Hát persze az étkezési kultúránkon is kell javítani, nem akarok tanácsot adni. Nem értek ehhez, de azt gondolom, hogy Magyarországon halfogyasztás, marhahúsfogyasztás, nyúl, vadhúsfogyasztás alacsony értéken van, mert szinte csak a sertés és a szárnyasokat fogyasztják a magyarok, és legyen jó zsíros is természetesen.
mert a magyar egyházért mindenféleképpen ennyi tud eleget, de tényleg nagyon arra kell figyelni, hogy az eljövő, illetve a fölnövő nemzetét messze menjen ilyen betegségekbe, és azt gondolom, a mai kormány, az Orbán kormány egyértelmű azonban, hogy ez előrelépjen, fejlődjön, és azért, hogy mennyibe is így gondolják a szakemberek, és bízom benne, hogy nagyon rövid időn belül, mint amely ez a program országos méretű lesz, és megcsatlakozik minden egyes konyha, aki részt vesz a közvétkeztetésben. Én tudnám persze még órákig beszélni, felcsukom egy főleg, de azt gondolom, át kell adni a szót a szakembereknek, én azt gondolom, azt kell mondanom, akkor a konferenciát megnyitom. Köszönöm szépen.